Soroksáron már számos kiállításon részt vehetett a műkedvelő közönség. A legtöbb ilyen tárlaton az évek óta festészettel, szobrászattal foglalkozó művészek alkotásait szemlélhettük meg. Azonban ritka az, amikor olyan emberek mutatják meg tehetségüket, akikkel valamilyen más területen ismerkedhettünk meg. Ilyenek például a tanítók, tanárok és az óvodapedagógusok. Idén azonban ők is lehetőséget kaptak az önmegvalósítás ezen módjára, hiszen kreatív pedagógusok címmel nyílt kiállítása Táncsicsban. A megnyitónak kerület polgármestere mondott beszédet. Tisztelt hölgyeim, és hát uraim, mert egy páran vagyunk itt férfiak, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon jó volt ez az összeköttetés, én úgy gondolom, hogy a nőnapi rendezvényel összekötöttük ezt a kiállítást, mert nagyon sokan voltak, remélem, hogy még sokan fel fognak jönni majd a kiállítást megtekinteni. Amikor két kolléganő megkeresett engem, hát valamikor tavaly, ugye? Tavaly ősszel, és elmondták az ötletüket, hogy szeretnének a pedagógusoknak is csinálni egy kiállítást. Én megmondom őszintén, egy kicsit szkeptikus voltam, mert egy ilyen jellegű kiállításunk már működik, már van az egyik egyesületünknek a kézimunka kiállítás, és az is ilyenkor szokott lenni tavasszal. De hát aztán ők meggyőztek arról, hogy igenis a pedagógus kollégáknak megvan az igénye erre, és szeretnék, hogyha ők is megcsinálhatnák ezt a saját kis kiállításukat, akkor azt mondtam, hogy persze, csináljuk, nagyon jó. És hát be is bizonyosodott, mert 23 kolléga vállalta fel azt, hogy kezdésből rögtön az első alkalommal 23 kolléga vállalta fel azt, hogy megmutatja azt, hogy a magánéletében, amikor otthon van és mondjuk nem a családot gardírozza, akkor mi az, amit ő szeret csinálni, mi az, ami egy kicsit kikapcsolja őt. És hát ahogy végignézünk itt a kiállítási tárgyakon, én úgy gondolom, hogy fantasztikus műveket készítettek ők. Úgyhogy én szeretném nagyon megköszönni nekik, és hát nagyon remélem, hogy ez egy kezdet lesz, és minden évben többen és többen fognak részt venni majd ezen a kiállításon. A résztvevő kreatív pedagógusoknak Geiger Ferenc adta át az emléklapokat, és a nőnaphoz is kapcsolódva egy-egy szál virágot. Volt olyan is, aki egy csokorra valóval térhetett haza, de persze csak abból kifolyólag, hogy nem minden kolléga tudott részt venni az alkalmon. Nos, hát ebben az óvodában azt kell mondjam, nagyon kreatívak a pedagógusok, hiszen nagyon sok virágot vett át a többiek helyett. Mivel érkeztek ide? 5 kolléganőmnek a munkájával érkeztünk. Egyrészt van köztük gyöngyfűzés, van köztük varrás, van köztük dekorgumiból készült szép tárgyak, díszek, használati tárgydíszek, festmény, és az egyik kolléganőm az óvodánkban falfestést végzett, és neki a képével érkeztünk. Igaz, hogy ez csak fényképen van kiállítva, mert ugye a falat nem tudjuk elhozni, de úgy gondoltuk, hogy annyira szép és annyira egyedi, hogy mindenképpen meg kell, hogy mutassuk. Mennyi idejük van önöknek a munka mellett az ilyenekre? Hát nem sok időnk jut rá, de mivel töltekezéssel fűt bennünket ugye a munkában, ezért, vagy a munka mellett, ezért mindig találunk rá azért időt. Meg kell, hogy mondjam, hogy érkeztünk olyan dologgal is, ugye a varrásban olyan is van, ami kötény, amit az óvodában használunk, vagy pizsamatartó, fésűtartó, tehát ezeket a mindennapokban is használjuk. Hát úgy osztjuk be az időnket, hogy azért erre is jusson. Mennyire fontos az egy óvodás gyerek életében, hogy már ilyenkor elkezdjük megismertetni vele a tehetséggondozást? Mindenképpen nagyon fontos. Azt gondolom, hogy a gyerekekben a kreativitást már ilyenkor föl lehet fedezni, tehát látjuk, hogy kinek mihez van affinitása, és azt kell benne erősíteni. Ha egy óvónéniben is a gyerek azt látja, hogy vagy a zene területén, vagy a varrás területén, vagy bármi festés területén sokszor tevékenykedik, akkor ő is kedvet kap, ő is bátorítást kap. Tehát mindenképpen nagyon fontos, hogy ezekben megerősítsük őket. Soroksáron lakok 6 éve, családi okok miatt kellett ide költöznünk, és én előtte 37 évig az Erkel Ferenc Általános Iskolában tanítottam, ott kezdtem, de bizonyos körülmények következtében ide kerültem, és úgy választottam, hogy szerencsére egy olyan iskolába kerültem, ahol nagyon sok a rajzot szerető, tehetséges rajz és művésztanár, művészetterapeuta, tehát egy igen meleg, kedves fészekbe kerültem egy nagyon kedves igazgatónő vezetése alatt. Mit tanít igazgató?
igazából ebben az iskolában? Én alsó tagozatos vagyok, elsőtől negyedik osztályig matematikát, technikát, testnevelést tanítok, egyébként reálszakos vagyok, és rajzszakon végeztem. Illetve múzeumpedagógusként művészetet, múzeumpedagógiát oktatok még a gyerekeknek, illetve ott foglalkozásokat. Mit szólt ahhoz, amikor megtudta, hogy lesz egy ilyen kreatív pedagógusok című kiállítás itt a Táncsicsban, és mivel készült ide? Régi emlékek törtek föl bennem, tudnélik a Terézvárosban, ahol tanítottam 37 évig, szintén volt a kreatív pedagógusoknak ilyen jellegű kiállítása. Nem tudtam, hogy ez itt most második alkalommal vagy első alkalommal kerül megrendezésre, és ott is rendszeresen részt vettem az ilyen jellegű kiállításokon. A gyerekeim mindig nagyon büszkék voltak rá, amikor elmentünk és megnéztük, hogy mit láthatunk, vagy mit alkottak a kerület kollégái vagy rajzszakosai. Ezek a képek igen kedvesek, ez egy hármas trilógiából kettő darab itt. Ezt Keszthelyen Sipos Endre festőművész vezetésével készítettük, amikor múzeumpedagógiai gyakorlaton vettünk részt, illetve jó magam is kézműves foglalkozásokat oktattam a másoddiplomás múzeumpedagógus hallgatóknak ilyen nyári táborban. Hogy látja, mennyire van utánpótlás, hogyha a gyerekeket tekintjük? Hát a mi iskolánkban rengeteg utánpótlás van. A gyerekeink igen tehetségesek, illetve nem azok a gyerekek járnak elsősorban hozzánk, akik a Magyar Tudományos Akadémiai tagjai lennének, matematika, fizika és egyéb szakokon, viszont a kézügyességük, a zenei tehetségük igen érzékeny, tehát könnyű velük dolgozni. Nagyon sok rajzversenyen, rajzpályázaton veszünk részt, énekzenei versenyeken indulunk, ahol a gyerekek igen-igen jó eredménnyel szerepelnek, és országos versenyeken is. Tehát jövőre tervezem, hogy a Szépművészeti Múzeum levelező versenyét, amit 9 éve egy másik iskolában kezdtem, és mindig az első 10-ben, illetve díjazottként az ötödik feladatként egy kreatív alkotást kell elkészíteni, mindig az első 3-ban voltunk. Most remélem, hogy egy év telítődés után innen a Fekete Istvánból is sikerül egy olyan csapatot összehozni, akit a történelem, illetve a képzőművészet, a rajz és egyéb képzőművészeti technikákkal meg lehet ismertetni, és szép eredményeket lehet majd velük elérni. Stadlerné Setrer Mária vagyok, és a Grassalkovics Antal Általános Iskola tanítója. Mióta, ha megkérdezhetem? A Grassalkovicsban 2002 óta, de egyébként a pályán 1976 óta vagyok, tehát 40 éve tanítok gyakorlatilag. Milyen érzés itt a Grassiban tanítani a gyerekeket? Hát ez a szívem csücske, nagyon szeretem az iskolát, magát. Ugye ez egy két tannyelvű nemzetiségi általános iskola, és én is nemzetiségi származású vagyok, tehát igazán a szívemben viselem ezt a problémát, illetve azt, hogy a gyerekeknek átadjuk a hagyományok ismeretét, illetve a nyelvismeretet, és hát nagyon aranyos gyerekek járnak az iskolába, nagyon szeretem ezt az iskolát. Bár itt most a kreatív pedagógusok kiállításán vagyunk, mégis meg kell kérdeznem, hogy a gyerekek felé mennyire nagy hangsúlyt fektetnek a tehetséggondozásra? Most a kreativitás terén? Nagyot, legalábbis a mi iskolánkban, hát szakkörök vannak, tehát különböző, ahol a kreativitásukat ki tudják fejezni. Én magam például rajztakkört tartok minden héten a gyerekeknek, egyik héten kisebb, tehát én alsó tagozatos tanító vagyok, tehát az egyik héten első másodikosoknak, és a következő héten harmadik, negyedikeseknek, hogy azért a korosztálynak a és figyelembe vegyük ugye a tehetségüket, meg az érdeklődésüket, illetve az igényüket erre, de nagyon-nagyon szeretnek rajzolni, tevékenykedni. Erre a mai kiállításra mivel érkezett, mit hozott ide? 4 különböző képet hoztam. Én gyakorlatilag 1981 óta festek, és különböző stílusban, nem egyfajta, sokszor játszom a stílusokkal, tehát először azt határozom el, hogy milyen stílusban fogok festeni, és utána keresem a témát. Ide a kiállításra egy tájképet hoztam, és a másik 3 kép pedig inkább a tavaszt idézve virágok. Jelenít meg. Ön szerint miért fontos az, hogy egy pedagógus is meg tudja mutatni magát, és azt, hogy ő mire képes?
Hát én szerintem mindenkiben van egy olyan vágy, hogy megmutassa magát. Vannak ugye nyitottabb emberek, vannak zárkozottabbak, és akik zárkozottabbat talán az ilyen kreatív munkák által tudják kifejezni és megmutatni magukat. Én is ilyen vagyok, tehát én nem nagyon szeretek beszélni. Más kérdés persze az iskolában a gyerekek között, vagy pedig felnőttek előtt megjelenve, de az ember az érzéseit ki tudja fejezni, és ugyanakkor maga ez a tevékenység egy rendkívül megnyugtató dolog. Tehát azért azt a napi feszültséget, ami óhatatlanul is keletkezik az emberben, azt le tudjuk vezetni, le tudom én például vezetni ezzel.